Most a képviselőcsoportok vezetőjének, illetve helyettes vezetőjének a válaszára lesz lehetőség. Miniszterelnök úr hozzászólásának időtartamából következően 8 percben. Elsőként Toroszkai Lászlónak, a Mi Hazánk frakciója vezetőjének adom meg a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt országgyűlés! Nem hallottunk semmi újat miniszterelnök úr részéről, ezeket a mondatokat már ismertük az elmúlt hónapokban. És amikor legutoljára itt eszmét tudtunk cserélni, akkor miniszterelnök úr azt mondta, hogy ha jól emlékszem, próbálom szó szerint idézni, hogy lehetnek olyan ügyek, amelyekben értelmesen is tudunk egymással beszélni. De azt gondolom, hogy olyan krízishelyzet van Magyarországon és a nagyvilágban, hogy erre lenne szükség, igazi nemzeti konzultációra lenne szükség, de amit ma is itt hallottunk miniszterelnök úr részéről, az nem valódi konzultáció, pedig nagyon jó lenne előzetesen kikérni az emberek véleményét, nem akkor, amikor önök már meghozták ezeket a döntéseket, és nagyon jól tudjuk, hogy önök, illetve a Fidesz folyamatosan méri a közvéleményt, tehát pontosan tudják, hogy a közvélemény, hála jó Istennek, hasonlóképpen gondolkodik, mint a Fidesz, vagy akár a Mi Hazánk mozgalom, tehát elutasítja ezeket a szankciókat. A kérdés az az, hogyha elutasítja a kormány, és elutasítják az emberek Magyarországon ezeket a szankciókat, és másként állnak az ukrajnai háborúhoz, mint nagyon sok európai nemzet, akkor ön, miniszterelnök úr, a versailles-i csúcson miért szavazott mégis ezeknek a szankcióknak a beindítására? Miért tűnik úgy, hogy még mindig van egyfajta kettős beszéd, máshogy beszél itt miniszterelnök úr a parlamentben, és máshogy beszél kint, amikor Brüsszelben van, és nyilván a média szűrőjén keresztül jutnak el azok az információk, amik ott kint történnek. A másik nagyon fontos kérdés, amiről miniszterelnök úr itt hosszan beszélt, ugye a brüsszeli bürokraták és a demokráciához való viszony. Tehát mi nem csak azt utasítjuk el a Mi Hazánk mozgalom frakciójára részéről, hogy a brüsszeli bürokraták belehajszoljanak minket ezekbe az európai és magyar érdekekkel ellentétes szankciókba, de azt is elutasítjuk, hogy most már nyíltan támadják a demokratikus választásokat, például Olaszországban, Lengyelországban, vagy akár Magyarországon. Tehát a kormány számíthat a Mi Hazánk mozgalom támogatására akkor, hogyha őszintén akarja képviselni a magyar demokrácia és a magyar nemzet érdekeit Brüsszelben. Ugyanakkor várom majd a reakciót arra, hogy akkor miért tűnik úgy, hogy bizonyos kérdésekben kint mégis együttműködik a magyar kormány, illetve a miniszterelnök úr Brüsszellel. Mi e tekintetben sokkal messzebb is elmennénk, tehát mi nem csak azt mondjuk, hogy fegyvert ne küldjünk ebbe a háborúba, hanem mi azt is mondjuk, hogy mindenféle következménytől mentesítsék Magyarországot és a magyar népet, tehát igaz, hogy NATO tagok vagyunk, de semmiféle kötelezettség ebből nem fakad arra vonatkozóan, hogy akár az amerikaiak, vagy akár NATO hadtestek megjelennek itt Magyarországon egy ilyen puskaporos helyzetben. Aztán nyár közepén, még a tavaszi ülésszak végén tettünk konkrét javaslatokat, és én magam is tettem konkrét javaslatokat miniszterelnök úrnak. Úgy látszik, hogy a nemzeti konzultációban mi már nem férünk bele, hiszen nemhogy nem hallgatta meg miniszterelnök úr a javaslataimat, hanem pontosan az ellentétes volt az azt követező kormányzati intézkedések sora. Tehát például mi azt kértük, hogy a rendszer használati díjat csökkentse, vagy engedje el a kormány, hiszen ugyan nagyon szépen hangzott ez a beszéd, de nyilvánvalóan a magyar embereket, legyen az vállalkozó, legyen az kisnyugdíjas, legyen az bármelyik magyar ember, a számla fogja érdekelni. Azt fogja érdekelni, hogy mi van azon a számlán. És hogyha ránéz arra a számlára, akkor azt látja, hogy világviszonylatban az áfa tartalom, illetve a rendszer használati díj az elképesztően magas. Nos, ahhoz képest, hogy mi azt kértük a kormánytól, hogy csökkentse, vagy törölje el ebben a válságos helyzetben, vagy vállalja át a rendszerhasználati díjat, ehhez képest rögtön a javaslatom és a Mi Hazánk mozgalom javaslata után 3,5-szeresére emelték az áram esetében az átviteli díjat. Most pedig kiderült, hogy októbertől a gáz esetében is jelentős drágulást terveznek.
Ugyanakkor szintén nem értjük, hogyha segíteni szeretné a kormány a magyarokat, akkor az áfa tartalom esetében miért nem tér el attól a gyakorlattól, hogy akár a Gyurcsány kormány, akár az Orbán kormány idején világviszonylatban kimagasló volt az áfa Magyarországon. Tehát azt kérjük a kormánytól, hogy mind a rendszer használati díj esetében, mind az áfa tartalom esetében vállalja át az emberek terheit. Nem látjuk azt, hogy a kormány akár ezeket a javaslatainkat megfogadta volna. Mi azt is elmondtuk, hogy annak érdekében, hogy a magyaroknak, a magyar vállalkozásoknak és a magyar embereknek kisebb legyen majd az energia számlája, mi teszünk javaslatokat, nem demagóg felvetések ezek, hanem teszünk konkrét javaslatokat arra, hogy honnan lehet bevételt szerezni. Például elmondtam a digitális adó esetét, erre miniszterelnök úr akkor azt mondta, hogy ez csak globális szinten lehet szabályozni. Az osztrák példa, a digitális adó osztrák példája itt van mellettünk. Hasonló méretű ország, szomszédos ország, hasonló történelmi múlttal rendelkező ország. Ha Ausztria bevezette, Magyarország miért nem vezeti be? Ott vannak 100 milliárdok a Facebooknál, a Googlenél és más ilyen digitális, multinacionális, óriás cégeknél. Tehát várjuk, hogy a kormány ezeket a javaslatainkat is megfogadja. Úgy tűnik, hogy a kormány nem akar párbeszédet folytatni az ellenzékkel és ezen belül a Mi Hazánk mozgalommal sem. Aztán nem csak a digitális adót javasoltuk a vagyonadó megfontolását, hiszen itt arányos közteherviselésre lenne szükség egy ilyen katasztrofális válságos helyzetben. Ehhez képest azt látjuk, hogy az a javaslatunk, amely egy nemzetközi javaslat, tehát nem mi találtuk ki, amely egy sávos vagyonadót jelentene a milliárdosok számára, a kormány nem hallja a mi javaslatainkat, erről sem akar konzultálni. Hát, hogyha megnézzük Magyarország 100 leggazdagabb emberét, akkor azt látjuk, hogy szinte mindenkinek van köze a politikához, akár a Fideszhez, akár a balliberális oldalhoz, akinek pedig nem volt, mint mondjuk Gattyán Györgynek, annak mostantól már van. Tehát azt gondolom, hogy ha a politika segítette ezeket a milliárdosokat, akkor ezek a milliárdosok most kutyakötelességük, hogy segítsék a magyar embereket. Hallottuk azt, hogy milyen állami beruházásokat állít le a kormány, de nem hallottuk, hogy a multik támogatását le akarja-e állítani a kormány, mert hogy eddig azt láttuk, hogy még a Gyurcsány kormánynál is, a baloldali kormányoknál is több pénzzel támogatta a multikat, holott azt gondolom a jelenlegi helyzetben 0 forintot szabad nekik adni, és további különadókat várunk a multikkal kapcsolatban, illetve miniszterelnök úr mondott egy olyan mondatot, ami aggasztó ebből a szempontból, azt mondta a miniszterelnök úr, hogy csak a munkahelyteremtő magán vállalkozásokat, befektetéseket fogja a kormány támogatni. Remélem az nem az Audi Hungária ZRT-t, mint magyar vállalkozás, munkahelyteremtő vállalkozást érint. Mi nem a globális nagyvállalatokat szeretnénk támogatni. Aztán még nagyon-nagyon sok javaslatunk lenne, ugye én szintén javasoltam, de a kormányt ez sem érdekli, nem akar velünk például konzultálni arról, hogy azok után, hogy az országos romai önkormányzat vezetőjét elvitték bilincsben, le akarja állítani a teljesen fölösleges romaügyi programokat. 6000 milliárd forintot költöttek az eddigi kormányok ilyen fölösleges programokra például. Tehát nagyon-nagyon sok pénz lenne még, amiből a magyar embereket lehetne segíteni, de ezekről valahogy nem hallottunk, és még mielőtt azt a választ kapnám, akár a rendszer használati díj, az átviteli díj esetében, hogy ugye itt azok a cégek, akik például az átvitelt végzik, azok ugyanúgy a piacról veszik az energiát. Hagyj tegyem hozzá, hogy mi a Paks 2-t az első pillanattól kezdve támogattuk, mint ahogy az atomenergiát támogattuk. Örülök, hogy Karácsony Gergely és a baloldal ezt észrevette, csak előtte ez ellen ágáltak. Mi támogatjuk, pont azt láttuk volna a kormánytól, hogy 2023-tól már működjön Paks 2, a kormány hibája, hogy ez nem működik. Köszönöm szépen. És most pedig miniszterelnök úrnak adom meg a szót Iszonászra. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, hogy szót kaptam, és válaszolhatok a frakciók nevében szólók kérdéseire és megjegyzéseire. Figyelmesen végighallgattam mindannyiukat, és azt látom, hogy a Momentum, a Párbeszéd, az MSZP, a Jobbik és a DK, talán helyes, hogyha ezt magyar baloldalnak nevezem, a hozzászólások alapján egyértelműen a háború oldalán áll. A Momentum, a Párbeszéd, az MSZP, a Jobbik és a DK, vagyis a magyar baloldal, nem csak a háború oldalán áll, hanem a szankciók oldalán is áll. Ez hiba, mert a háború és a szankciók rosszak,
ártanak a magyaroknak. Kérem önöket, hogy vizsgálják felül az álláspontjukat. Ami a Mi Hazánk frakcióvezetőjének véleményét illeti, szeretném tájékoztatni őt, hogy a szankcióknak az a rendszere, hogy a szankciókat 6 havonta szavazzák meg. Tehát nem egyszer mindenkorra vannak szankciók, minden 6. hónapban a szankciók meghosszabbításáról kell dönteni, ezért a konzultáció szemben az ön föltételezésével nem időszerűtlen, hiszen újabb és újabb meghosszabbítások előtt állunk. A szankciók megszavazása ügyében a következőkre hívom fel mindannyiuk figyelmét. Magyarország az olajszankciókat nem szavazta meg, még pontosabban kiharcolta azt, hogy Magyarországra, Szlovákiára és Csehországra, vagyis azokra az országokra, ahova olaj csak vezetéken keresztül érkezik, ne vonatkozzon. A lengyel barátaink kérésére nem a szankció megvétózását választottam, hanem a cseh, magyar és szlovák kivétel elérését. Mert a lengyelek azt kérték, hogy bár Magyarország érdekével ellentétes az olajszankció, mégse vétózzuk azt meg, érjük be az az alól bennünket megillető kivétellel. Ez 8% a 3 ország egyébként az Oroszországból érkező szankciónak, és a lengyel álláspont az volt, még mindig jobb egy 92%-os szankció, mint egy magyar szankció miatti 0 szankció. Azt hiszem, hogy ez világos. Tehát ezért az olajszankciókat nem szavaztuk meg. A nukleáris termékekre vonatkozó szankciókat nem engedjük napirendre venni. Azért nem kerülnek napirendre, mert nem szavazzuk meg. És a gázra vonatkozó szankciókat is azért nem tűzik napirendre mind a mai napig, mert Magyarország bejelentette, hogy nem szavazza meg. Így állunk. Tisztelt Hölgyeim és Uram, a többi szankció megszavazása, függetlenül attól, hogy azt észszerűnek látom-e vagy sem, azt jelenteni, hogy Magyarország egyedül nem szavaz meg olyan szankciókat, amelyek nem életbevágóak a mi számunkra. Vagyis megbontjuk az európai egységet. Ezért én azt gondolom, hogy egyensúlyt kell tartani az európai egység és a legfontosabb magyar érdekek megvédése között. Ez a felelős politika, ezt folytatjuk. A rendszer használati díjat többen is felvetették. Szeretném jelezni önöknek, önök tekintélyes része azért létezik, mert a megújuló energiaforrásokat rá kell vezetnünk a rendszerre. Ha kevesebb megújuló energiát építenénk és támogatnánk, alacsonyabb lenne a rendszer használati díj. De ezt én nem javaslom önöknek, azt javaslom, hogy továbbra is támogassuk a zöld energiát, támogassuk a napenergiát, és az ezzel járó rendszer használati díjat pedig az árban fizessük meg. Hasonlóképpen azt kell mondanom, hogy az áfa csökkentés sem egy észszerű javaslat. Ma a magas áfából befolyó bevételeket a rezsi csökkentési alapba tesszük. Ha nem szednénk be ezeket az áfa bevételeket, a rezsicsökkentési alap kisebb lenne, és nem tudnánk minden magyar háztartásnak az átlagfogyasztásig 181 ezer forintnyi támogatást fizetni. Ráadásul az a tapasztalatunk az elmúlt 30 év áfa csökkentéseiből, hogy ez valójában nem árcsökkenés formájában az emberekhez, hanem költségcsökkenés formájában a cégekhez és a kereskedőkhöz jut el. Voltak már önök néhányszor kormányon, küszködtek ezzel a problémával. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A vagyonadóról pedig azt tudom mondani önnek, hogy azt nem támogatjuk, és szeretném az emlékezetébe idézni, hogy minden vagyonadó alapja egy teljes vagyonkataszter felállítása, az összes magyar vagyonának állami nyilvántartásba vétele. Javaslom, hogy ezt gondolják át. A magyarokat és a nem magyarokat terhelő adók ügyében azt tudom mondani, hogy a extra profit adót, amivel a rezsicsökkentési alapot finanszírozzuk, azt a bankokra vetettük ki, ott azért vannak még külföldiek, telekommunikációs cégekre, ott azért vannak külföldiek, és a kereskedelmi hálózatokra, ahol szintén nagy számban vannak külföldiek. Azt a javaslatát a képviselő úrnak és frakcióvezető úrnak, hogy a romákat támogató programokat állítsuk le, azt nem tudom támogatni,
szerintem a romák fölzárkózását támogató programokra szükség van, ezért a 300 legszegényebb falu támogatását finanszírozó programot válság ide, válság oda folytatni fogjuk, és mindent megteszünk, hogy a magyar cigány közösség a középosztályosodás útján tovább haladhasson. Most a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezetőjének, Torockai László képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Tulajdonképpen a napirend előtti felszólalásom eredeti szándékától annyiban el kell térnem, hogy közben itt miniszterelnök úrral sikerült néhány kérdést tisztáznunk. Hát ebből kiderült, hogy a kormány tényleg a multik, a globális nagytőke oldalára állt, tehát akkor, amikor miniszterelnök úr Facebook oldalára egy poszt kikerült a nyár közepén, amely arról szólt, hogy a globális recesszió idején Magyarország szeretne egy kivételt képezni, tehát azt jelenti, hogy minél több külföldi tőkét, globális nagytőkét szeretnek Magyarországra hozni, akkor ez egy világos üzenet volt. Most már a konkrét cselekvésből is látszik, hogy valóban a kormány inkább a globális nagytők irányába mozdul el, és nem a magyar KKV-szektor irányába. Ezt mi nagyon szomorúnak tartjuk, és ebben mi a kormányt nem tudjuk támogatni, ellentétben a brüsszeli bürokratákkal szembeni harcban, vagy akár a szankciókkal szembeni küzdelem során. És hát szomorúan vettem tudomásul, hogy azokat a javaslatainkat, amelyekről most is szerettem volna beszélni, és nyilván visszatérően fogok még erről majd a jövőben is beszélni, ezeket a javaslatainkat kivétel nélkül a kormány elutasítja, tehát semmiféle párbeszédre ezek szerint a kormány még velünk sem hajlandó, pedig minket nem finanszíroztak az amerikaiak a kampány során, amit a miniszterelnök úr törvénytelennek nevez, én egyenesen hazaárulásnak tartom. Képzeljék el mondjuk a balliberális képviselőtársaink, hogyha valamelyik pártról itt kiderülne, hogy az oroszok finanszírozták a kampányát, micsoda világbotrány lenne. De hát van itt egy párt, a Mi Hazánk mozgalom, amelyet semmilyen külföldi nagyhatalom nem támogatott, és mégis a mi javaslatainkat is lesöpri a kormány az asztalról. Ezt nem nagyon tudjuk megérteni, elfogadni pedig semmiféleképpen nem tudjuk, mint hogy az sem, hogy miniszterelnök úr továbbra sem hajlandó válaszolni arra, hogy a digitális adóval mi a probléma. Tehát miért nem lehet az osztrák példát követni, miért nem lehet nemzetállami keretek között a globális nagy digitális multicégeket megadóztatni, pedig hát jó sok pénzt befizethetne az államkasszába, például a Facebook. Nagyon remélem, hogy nem arról van szó, hogy amikor volt egy vita a kormány és a Facebook között, akkor azt a vitát azzal zárta le a kormány, hogyha jól emlékszem, akkor 3 milliárd forintot befizetett egyfajta ilyen extra adóként a Facebook a magyar állam kasszába. Hogyha a globális árbevételét tekintjük a Facebooknak, illetve a Facebook mögött álló Metának, akkor körülbelül azt mondhatjuk el, hogy egy magyar vállalkozó ez alapján, a kormányzati elgondolás vagy taktika alapján egy magyar vállalkozó, egy magyar vállalkozás a saját árbevételei viszonylatában körülbelül néhány ezer forinttal megválthatná az adófizetési kötelezettségét. Tehát körülbelül ebből ez következik, hogy 3 milliárd forinttal a Facebook mentesül mindenféle egyéb adózás alól. Ezt nem is értem, hogy 3 milliárd forint miért olyan fontos a magyar kormánynak, hogy 100 milliárdokról inkább lemond, amit a digitális adó keretében bevételként föl tudna mutatni. Aztán azt sem tudom elfogadni, amit a kormány mond, illetve most már miniszterelnök úr mondott, hogy ugye mi, amikor a rendszer használati díj csökkentését vagy elengedését, inkább átvállalását kértük még a nyár közepén a kormánytól, akkor ugye miniszterelnök úr válaszából azt hallhattuk, hogy ez valójában a zöld energia támogatása miatt történik, mármint az, hogy a rendszer használati díj még emelkedik is, az áram esetében 3,5-szeresére emelkedik. Hát akkor hagyd tegyem hozzá, hogy a kormánynak már igen feladata lett volna, főleg akkor, amikor magyar kézbe igyekezett visszavenni, amit egyébként szintén tudunk támogatni, a multiktól stratégiai ágazatokat, hogy például a hálózatfejlesztésről gondoskodnia kellett volna. Ha már napenergiáról beszélünk, sokszor maga a hálózat nem tudja már elbírni azt, hogy megújuló energiát tápláljunk vissza, ezzel sem foglalkozott a kormány, és hát körülbelül ez pedig már a mese kategóriája, hogy az áfát az pedig azért nem engedi el az energiaszámlák esetében sem
a kormány is ragaszkodik világviszonylatban is legmagasabb 27%-os áfához, mert hogy ez megy a rezsicsökkentés, az rezsi alapra. Tehát magyarul egyrészt nyilván ez nem igaz, tehát az összes áfabevétel az nem arra megy, másrészt pedig ez akkor nagyon vicces, tehát a magyar emberekkel befizetteti az áfát, utána visszaadja azt a pénzt, hogy rezsicsökkentés legyen. Ahelyett, hogy a mi javaslatainkat fogadná meg a kormány, és például a digitális óriás cégektől venne el pénzt, és például a vagyonadót bevezetné. Tehát ezt is elmondta a miniszterelnök úr felvetésemre, reagálva, hogy ezt sem támogatja a kormány, ezt sem tudjuk elfogadni.